Én egy abszolút vándorzsidó vagyok, aki semmilyen helyhez nem vagyok kötve, úgyhogy én nekem ez egy tulajdonképpen egy, hogy mondják magyarul, muszáj volt tovább menni, mindig tovább menni. Ezt mondta Nussbaucher Anna önmagáról Életre ítélve című könyve kolozsvári bemutatója után. Rengetegen írtak a láger retteneteiről, és ezért én tulajdonképpen ezt a könyvet azért írtam, hogy a családom elpusztult tagjainak megmaradjon a neve, és a Jad Vasem beszerepeljenek leírva. Ez volt tehát a fő cél, nem annyira a láger borzalmainak leírása. Hiszen amint azt dr. Lővi Károly a könyv méltatásakor elmondta, egyesek azt mondhatják, hogy már nem is lehet újat mondani a holokauszt borzalmairól, ám de minden túlélő a saját szubjektív szűrőjén keresztül másként mutatja a megélt valóságot. Én a könyvben csak felfigyeltem arra, hogy tulajdonképpen ugye egy valaki, aki úgy címezi a könyvét, hogy életre ítélve, hogy az nem éppen arról beszél, amit elszenvedett és amin átesett, hanem az csak egy kis része, tulajdonképpen egy bevezetője, egy magyarázata annak, hogy miért volt olyan nehéz ez az élet utána, a láger után, és hogy mennyi mindent kellett, tulajdonképpen a szenvedések akkor kezdődtek. A rendezvény házigazdája Tibori Szabó Zoltán volt. Az ő kérdésére válaszolva a Németországban élő szerző elmondta, ha már életre vagyunk ítélve, akkor az ő élete értelme az volt, hogy taníthatott és segíthetett másokon, ezért érdemes volt élni, még ha oly gyakran is kísértette a halál. Ő saját magát, önmagát ítélte arra, hogy életre maradjon. Azaz óriási ős erő, ami benne mozgott, amit édesanyjától örökölt, és édesanyja Isten tudja, hogy honnan örökölte, ugye, ami jött generációkon keresztül, az mentette őt meg, az jutatta túl a nehézségeken. Nem fájdalmas, de nehéz. Nagyon nehéz, mert ha elolvassa a könyvemet, akkor látja, hogy én háromszor lettem öngyilkos. Nem akartam tovább élni. De életre vagyok ítélve. Érdekes volt az is, hogy azt mondta, hogy ateista. Mit gondol, ki vagy mi ítélte önt életre? Nem tudom. Nem is gondolkozom ezen. Ez az őszinte válasz.